Köszöntöm Önöket, ez a világhíradó, Nemes Anna vagyok. Tömegesen kapták el a koronavírust Majorkán bulizó diákok, több mint 600 fertőzöttet azonosítottak. Szigorításokat vezettek be Moszkvában, ahol ezentúl csak a védettséggel rendelkezőket fogadják a vendéglátóhelyek. Ausztráliában három újabb város kerül járványügyi zárlat alá a delta variáns terjedése miatt. Negatívok vagyunk, távozni akarunk. Ezt kiabálták egy szálloda erkélyéről azok a spanyol diákok, akiknek karanténba kellett vonulniuk egy hirtelen kialakult járványgóc miatt. A hatóságok vizsgálatot indítottak, mivel több mint 600 a szigeten vakációzó spanyol diákot fertőzött meg a koronavírus, akik a tanév végét ünnepelték. Ezernél is többen kerültek karanténba. Az érintettek bulihajón, koncerten és szállodában is megfordultak. Spanyolországban épp pár napja oldották fel a szabadtéri maszkviselési kötelezettséget. QR kódot mutatnak be a moszkvaiak, az orosz fővárosban a hét elejétől csak azokat szolgálják ki a kávézók és éttermek, akik be vannak oltva, átestek a fertőzésen vagy negatív teszttel rendelkeznek. Az országban a delta variáns terjed, napok óta rekordokat döntenek a halálozási adatok. Ez nyilvánvalóan a bevételek csökkenéséhez fog vezetni. Egyelőre a teraszokra még be lehet engedni az embereket QR kód nélkül, de két hét múlva már erre sem lesz lehetőségünk, mondta ez a bár tulajdonos. Sydneyben már 150-re nőtt a delta variánssal megfertőződött betegek száma. Ausztráliában már a lakosság 80%-át érinti valamilyen jellegű lezárás vagy korlátozás. Járványügyi zárlatot vezettek be Sydney kívül Perthben, Darwinban és Queensland több településén is. Ez a delta variáns nagyon különbözik attól, amit korábban tapasztaltunk, és nem szeretnénk újabb karantént. Az oltásra kell fókuszálnunk, a felnőtt lakosság legalább 80%-ának meg kell kapnia a vakcinát, mondta Új-Dél-Wales államvezetője. Az először Indiában azonosított mutáns Franciaországban is egyre inkább terjed. A delta variáns már a fertőzések 20%-áért felelős. Azonnali tűzszünetet hirdettek az etiópiai kormányerők Tigrében, miután ottani lázadók visszafoglalták tőlük az északi szövetségi állam székhelyét. A hadsereg még tavaly novemberben űzte ki a városból a felkelőket, akik most jelezték, nem állnak le, amíg az egész tartományt fel nem szabadítják. Visszaszereztük az ellenőrzést Mekelle fölött, közölte a Tigré Népi Felszabadítási Front szóvivője, miután hétfőn visszafoglalták a szövetségi állam székhelyét. A párt évtizedekig vezette Etiópiát, de pár éve nem csatlakozott Abiy Ahmed miniszterelnök új pártjához. Hatalmon maradtak viszont Tigré államban, ahol tavaly a központi kormány tiltása ellenére tartományi választást tartottak. Ezt azért nem tehették volna, mert a kormányfő a koronavírus járványra hivatkozva a tartományi és parlamenti választást is elhalasztotta. A Tigré Népi Felszabadítási Front erre illegitimnek nevezte a miniszterelnököt. A hadsereg tavaly novemberben offenzívát indított ellenük, miután katonai bázisokat foglaltak el. A harcokban már civilek ezrei haltak meg, és több mint 2 millióan veszítették el otthonukat. Közben milliókat fenyeget éhezés. Múlt hétfőn megtartották a tavaly elhalasztott etiópiai választásokat, de Tigrében és sok más helyen elhalasztották a szavazást. Másnap egy Mekellétől északnyugatra lévő településen több mint 60 ember halt meg egy légicsapásban. A hadsereg szerint csak lázadókat ért találat, civileket nem. A regionális fővárosban állítólag tömegek ünnepelték a felkelők visszatérését. A kormány szeptemberig egyoldalú humanitárius tűzszünetet hirdetett, állítása szerint az általa kijelölt ideiglenes regionális vezetés kérésére. Az ENSZ főtitkára telefonon beszélt az etióp miniszterelnökkel, és alapvető fontosságúnak nevezte a humanitárius segélyek célba jutását, illetve a konfliktus politikai megoldását. Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Írország a biztonsági tanács összehívását sürgette. Országszerte ünnepségeket rendeznek csütörtökön Kínában a kommunista párt megalapításának 100. évfordulóján. Pekingben szigorú biztonsági intézkedésekkel készülnek az eseményre, amelyen látványos légi bemutatót is tartanak majd. A fővárosban korlátozták a forgalmat és lezárták a Tiananmen teret, ahol ülőhelyek ezreit helyezték ki a meghívott vendégeknek.
A kivezényelt rendőri erők létszámát megnövelték. 2017-ben újévfordulós állami kitüntetést jelentettek be, amelyet most először osztottak ki összesen 29 pártagnak. A kínai elnök a díjak átadása után mondott beszédében hűséget kért a pártagoktól, és azt, hogy szolgálják tovább a népet. Nehezítheti az erdőtüzek megfékezését az Egyesült Államok északnyugati részén végigvonuló hőhullám. Nem kíméri a kánikula az ország északi szomszédját, Kanadát sem. Déli szomszédja Mexikó nyugati partján közben hurikán söpör végig. Oroszország fővárosában és keleti részén áradások pusztítanak, Új-Zélandon pedig vihartombol. Drón akadályozta a repülőket ennek a dél-kaliforniai erdőtűznek az oltásában. Körd megye tűzoltósága azt kérte, senki ne reptessen drónt a tüzek közelében. Az oregoni határnál lévő Siskiyou megyében egy másik tűz miatt utakat zártak le, és evakuálást rendeltek el. A lángok megfékezését a térségen végigvonuló hőhullám is nehezíti. Az elmúlt napokban hőségrekordok dőltek meg. Hétfőn Salemben 47, Portlandben 46, Seattleben pedig 41 fokot mértek. A megnőtt áramfogyasztás leterhelte az áramhálózatot, több helyen áramkimaradás volt. Már az is elég rossz, hogy nincs légkondicionálónk, de teljesen áram nélkül maradni nagyon veszélyes ebben a hőségben, mondta ez a nő, aki Washington állam egyik másik városában él. Vasárnap hőségrekord dőlt meg Kanadában is. Az ország több pontján is 40 fok körüli volt a hőség, 16 fokkal több, mint az ilyenkor szokásos átlaghőmérséklet. A kánikula miatt Calgary városában több mentőcsónakot küldtek a folyóhoz, a strandokon pedig korlátozták a vendégek számát, hogy elkerüljék a tömeget. Vancouverben klimatizált központokat nyitottak, Edmontonban pedig óránként ellenőrizték az idős otthonok lakóit. Javasolni szoktuk, hogy a legmelegebb órákban aludjanak egyet, vagy csak beltéri tevékenységet folytassanak. Például nézzenek filmet lehúzott redőnynél, mondta egy koordinátor, aki szerint arra is figyelnek, hogy az idősek eleget igyanak. Mexikó nyugati részén egy hurikán halad észak felé, amely trópusi viharrá gyengülhet, de a vele járó esőzés áradásokat okozhat. Közben Moszkvát már elöntötte a víz, miután egy heves vihar véget vetett a rekordhőségnek. A szél fákat csavart ki, egy villámcsapás pedig tüzet okozott egy erőműnél. Áradások pusztítanak egy ideje az Oroszország keleti részén lévő Amuri területen. 2000 mentős már több mint 2500 helyi lakost evakuált. Közben Új-Zélandot sarkvidéki hidegfront érte el. Wellington egyes részein szükségállapotot hirdettek, több repülő és kompjáratot töröltek. Kecskékkel próbálják megakadályozni a bozót tüzeket, amelyek az Egyesült Államok nyugati részén tomboló történelmi hőhullám miatt keletkeznek. Az állatok ugyanis lelegelik a gyúlékony bokrokat és az aljnövényzetet, megnehezítve ezzel a lángok terjedését. Megnövekedett a kereslet a kecskepásztorok és állataik iránt, miután rekordokat dönt a hőség az Egyesült Államokban. A kevesebb eső és a hosszabb aszályos időszak miatt könnyen lángra lobban a növényzet, így egyre népszerűbb a kecskenyája közcélú legeltetése. Az állatok megcsócsálják a száraz füvet és bokrokat, és ezzel hatalmas területeket menthetnek meg. A kecskék a kritikus elemeket visszaviszik a talajba, ezzel megújíthatják a ritkább és őshonos növényeket, tehát természeti erőforrások abban az értelemben, hogy jót tesznek a földnek. Mondja ez a mezőgazdasági területi vezető, aki 26 éve foglalkozik az állatokkal. Los Angeles külvárosában a házakkal körülvett meredek dombokon nagyjából 200-as kecskeállományt legeltetnek. Ezek eltüntetik a nem kívánatos vegetációt és segítenek az invazív növényfajok írtásában. De a kaliforniai tűzoltók is gyakran tudatosan alkalmazzák a patásokat arra, hogy olyan sávokat alakítsanak ki a mezőkön, amelyeken nem juthat át a tűz. 9,5 év után került pont egy nagy festményrablási ügy végére Görögországban. Pablo Picasso és Piet Mondrian 20. századi mesterek művei 2012-ben tűntek el az Athéni Nemzeti Művészeti Galériából. A hatóságok közleménye alapján a rablást egy 49 éves férfi ismerte be, majd megmutatta az alkotások rejtek helyét. A festményeket az Athéntól délkeletre fekvő Keratea településen találták meg.
A Női fej című kubista alkotást maga Picasso ajándékozta a görög népnek még 1949-ben a náci Németországgal szembeni ellenállás elismeréseként. És ez volt a világhíradó. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!